Kedves versenyzők, a nem sokára látható kísérletrehez tartozik egy feladatlap. Ennek a feladatnak a kérdéseire kell majd válaszolnotok, ezért arra kérlek benneteket, hogy jól figyeljétek meg azt a kísérletet, amit most be fogok mutatni. Elsőként ismerkedjünk meg a szereplőkkel. Ez az eszköz egy gőzfejlesztő gép, amely 120 Celsius fokon fokos gőzt tud előállítani, a légköri nyomásnak a háromszorosa, vagyis 3 bar nyomással érkezik kifelé ezen a csövön majd a gőz. Hát ebben az edényben hideg víz található, hát ezt a palackot, vagy illetve a kannát, vagy fémdobozt nem kell bemutatnom, ez pedig csak egy egyszerű üveg edény. A kísérlet, mivel hogy forró lesz, ezért egy olyan kesztyűt veszek fel, ami nagyon jó hőszigetelő. Ez az egyébként kopott kesztyű bőrből van, cseppfolyós nitrogén kezeléséhez adták oda, tehát a hőszigetelő képessége biztosan nagyon jó. No, nézzük a kísérletet. Tehát fogom a palackot, és ezen a tetején levő lyukon keresztül gőzt fogok ide bevezetni. Nagy mennyiségű gőzt. És amikor már jól megmelegedett a palack, és biztosan tele van gőzzel, akkor ide beteszem, és azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy a palackunk össze fog horpadni. Hát ez a kísérletünknek az első része, ígyni. A második esetben pedig ezt az üveget fogom megtölteni hasonlóképpen gőzzel. Ennek az üvegnek a tömege és az anyaga nagyobb mennyiségű, éppen ezért sokkal hosszabban kell majd gőzzel megtölteni. Látjuk azt, hogy a viszonylag hideg üveg falára rögtön kezd lecsapódni a gőzből a víz. Tehát várunk arra, hogy rendesen fölforrósodjék. Ilyenkor, hogyha nem lenne kesztyű, akkor bizony könnyedén megéghetne a kezem. Így. Most fogom, beteszem, és azt hiszem gyönyörűen látszik, hogy rövid időn belül teljesen megtelt az edény vízzel. Most már csak annyi maradt hátra, hogy figyelmesen elolvassátok a kérdéseket, és válaszoljatok rá. Sok sikert kívánok!